A dunaújvárosi tárolókban a kerékpárok többsége le van lakatolva. Azonban még mindig vannak olyanok, akik nem tesznek meg mindent, hogy megvédjék a bicikliüket. Pedig a városban számos kerékpár tűnik el. A DSTV által megkérdezett embereknek már volt dolguk kerékpártolvajokkal. Például az előzőt ellopták fönt a 8-ról. Fő korlátoz oda volt lakatolva, akkor nem vált be. Hát de így egy fél órára itt hagyom azt az üzlet előtt, akkor csak nem viszik el. Szembe a lépcsőház elő, ahol mi lakunk a Táncsison, hallottam már róla. Hajtogatós lakata az egyik leghatékonyabb a kerékpárt, hogy megvédjük, hogy ne lopják el. Csomor Péter az egyik dunaújvárosi kerékpárból tulajdonosa, épp a legjobb és leghatékonyabb biciklizárat mutatja. Elmondása szerint, ha megfelelő óvintézkedéseket teszünk, akkor a lopást könnyen elkerülhetjük. Mindenféleképpen érdemes a kerékpárnak a papírjait elrakni otthon, vászszáma mindenféleképpen meg legyen. Érdemes a kerékpárnak egy azonosító jelet elrakni, akár az üléscsőbe, akár a kormánycsőbe, berakni egy kis cetlit, telefonszám, személyigazolványszám, bármi, illetve mindenképpen fotót készíteni a kerékpár állapotáról is, ha esetlegesen a kerékpár megkerülne, hogy ugye milyen állapotban vitték el azt tőlük, mert ez sem mindegy, ugye, egy drága kerékpárnál. Illetve a lezárását tekintve érdemesebb még a kerekeket külön, elsőt, hátsót lezárni. Keresünk egy oszlopot, vagy egy kisebb kerítés korlát, amihez hozzá tudjuk zárni. Visszahelyezünk a kerekeket, le van zárva a kerékpár. Ilyen egyszerű használni a hajtogatós lakatot. Csomor Péter arra kéri a kerékpár tulajdonosokat, hogy ne a biztonsági eszközökön spóroljanak. Egy vékony, olcsó lakat nem biztos, hogy a legjobb megoldás. A tolvajok ugyanis ezt pillanatok alatt kinyitják. Hogy elkerüljük a lopást, érdemes tehát beruházni egy drágább zárszerkezetbe.